Itt most egy vizes és fonás készül. Ez idén nagyon trendi, mivel alapból egy ilyen laza hatást kelt, ahogy így a tincsek lefelé esnek. És egyben azért nagyon elegáns is tud lenni, úgyhogy rettentő sokan kérik így vendégek közül is. Laza fonások, lágy hullámok, világos színek, ezek jellemzik az idei női frizura trendeket. A nyaralások és a fesztiválok szezonjában gőzerővel dolgoznak a fodrászok, akik a nyaralást semmiképp sem nyára időzítik. Rengeteg munkáról szól, nagyon sok vendég érkezik hozzánk, rengeteg fesztivált rendeznek idén is, úgyhogy nagyon sok frizurát kell elkészítenünk. Leginkább idén így a trend, azt gondolom, hogy a laza frizurák, tehát így az esküvői hajterén is a laza kontyok, amik most így hódítanak, illetve a laza fonások a lágy hullámokkal kombinálva. Fesztiválokra is inkább laza fonatokat kérnek, ez a kócosabb hatás. Baranyai Vivien fiatal kora ellenére rutinosnak mondható a szakmában, ahogy arról már korábban beszámoltunk, sorra nyerte a különböző konyhkészítő versenyeket. A tapasztalata miatt nehéz őt meglepni, igyekszik alaposan felkészülni az adott időszak sláger frizuráiból. Én szoktam egyébként ezeket figyelni is, különböző ilyen külföldi oldalakon, és akkor szoktam így gyakorlásképpen itthon is elkészíteni, és akkor feltenni az oldalamra, és abból tudnak szemezgetni így a vendégek, hogy mit szeretnének. De szoktak úgy is jönni vendégek, hogy hoznak képet, és akkor az alapján. Ez pedig már egy győri férfi fodrászat. Hétfő reggel még nem voltak sokan, de ez csak erre az időszakra mondható el. A nyári hónapokon szinte minden nap teltház van. A férfiaknak is fontos, hogy igényes frizurával vágjanak bele a nyaralásba, de a fiatalabbak a fesztiválok előtt is előszeretettel mennek el hajat vágatni. Ezt mondta híradónak Nagy Dominik, aki az idei trendekről is beszélt stábunknak. Az idősebbeknél az marad a klasszikus hajvágás kicsit hosszabb oldalt, ugye felül kicsit azért az elegánsabb. Hát a fiataloknál most idén ez a mulet, ez az oldalt rövid fölül, ez a régi Bundesliga haj most nagyon bevált. Tavaly volt ugye a crop top, az előre ilyen borzas, előre hosszabbodó haj volt, ugye az is maradt még idén. Ez a kettő most, ami igazán megy, a crop top és a mulet hajvágás nálunk, hál' Isten. Az ügyeskedő fodrász szerint könnyebb dolguk van az internet térhódításával. Sok vendég érkezik hozzájuk egy világhálón felfedezett frizurával, amit igyekeznek legjobb tudásuk szerint elkészíteni. Fontos, hogy ők is folyamatosan képezzék magukat, így nem érheti őket nagy meglepetés. Vannak sokan, akik nézegetik ugye Pinteresten, Facebookon, Instagramon ezeket az új trendeket, és hoznak egy képet, hogy mik az elképzelésük, de mi is próbáljuk magunkat képezni eléggé, szóval szoktunk Pestre járni továbbképzésekre, nézzük a külföldieket YouTube-on, Facebookon, ugye most nagyon éljük ezt a 21. században az internetes világot, ezért Instagramon is bármikor, bármilyen új trenddel tudunk napra készen lenni. A férfiaknál nem csupán a haj, a szakálligazítás is fontos, az arcszőrzetnek is külön trendjei léteznek. A hosszabb szakál már annyira nem, inkább a rövid borosta festéssel, átmenetekkel, abban is most divatos az átmenet. Hál' Isten, már ilyen fekete festéseket nem kérnek. Nyáron is fontos tehát a jó frizura mind a hölgyek, mind a férfiak körében. A fodrászoknak ezért az egész nyár elsősorban a munkáról szól. Az internet és a közösségi média térnyerésével pedig egyre könnyebben eljutnak az emberekhez a legújabb trendek, amikből persze van bőven idén is.